Két kísérletet mutatnék be a hidrogénperoxiddal kapcsolatban. Elsőként nézzük meg, hogy az 5%-os hidrogénperoxidot tartalmazó főzőpohár falán parányi gázbuborékokat figyelhetünk meg. Ezek a hidrogénperoxid spontán bomlásával keletkező buborékok. Ebből kb. 30 köbcentit átöntünk az RMR rubikba, és ehhez parázsba gyújtó pálcát fogunk beletenni. Azt látjuk, hogy nem figyelhetünk meg kémiai változást, a hidrogénperoxid bomlása túl lassú, így nem mutatható ki a fejlődő gáz. A gáz kimutatásához meggyorsítjuk a kémiai reakciót, barna kőpor, mangándioxidot használunk a katalizátorként. Láthatjuk, hogy heves gázfejlődés indul be a mangándioxid hatására. A gyújtópálca lángralóban és ezzel a keletkező oxigéngáz kimutatását cselekedtük meg. Ez a kísérlet egyben illusztrálja azt is, hogy a reakciósebesség függ az anyagok töméségétől, koncentrációjától. A levegőben kb. 21% az oxigén, itt a pálca csak parázslik, ellenben a főzőpohárban közel 100%-os az oxigén, és itt a gyújtópálca hevesen ég. Egy másik kísérletben körülbelül 2 ujjnyi hidrogénperoxidot töltünk ebbe a képcsőbe, és ehhez egy kiskarányi kálium jonidot öntünk. A kálium jonid oldódása közben egyrészt itt is megfigyelhetjük a fejlődő gázt, amely szintén az oxigén, és sárgás-barna színt figyelünk meg. Ehhez az oldathoz 1%-os kemítő oldatot cseppentünk. És sötét szín jelenik meg, amely a kemítőnek és a jódnak a komplexe. A keményítő bizonyította, hogy a hidrogénperoxid hatására a jodidionok jóddá oxidálódtak, és a keményítő és a jód a kék színreakcióját adta.